pocagás bulvár, könnyeknél a sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Szószátyár című műsorunkat hallják. A mai vendégem Majsai Gábor előadó művész. Szia, Gabi. Szervusz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Remélem, mindenki jól érzi magát. Rólad elmondhatjuk, hogy te azért a magyar zenei élet egy igazi állócsillaga vagy, hiszen most már több évtizede töretlen a népszerűséged. Nehéz ezt megőrizni? Nehéz folyamatosan a felszínen tartani magadat? Hát természetesen mindig kell valamit csinálni, érte? Tehát az nem úgy van, hogy ülök ott, aztán egyfolytában csöng a telefon, hogy ide menjek, oda menjek. Azért mindig sok munka van benne, már a zenélésben is, tehát a próbákban, a zenekarral. Ugye, hát most olyan színes évet zárni fogok ebbe az évben, hogy ez tényleg csuhajla. Volt szimfonikus zenekar, big band, kettő-három különböző big band volt Debrecen big band, volt a Studio 11, aki isteni koncerteket csináltunk legalább ötöt ebbe az évben, és hát volt természetesen a saját hattagú zenekarom, akikkel szintén jöttünk-mentünk az országba, és hát nyilvánvalóan ez azért logisztikai munkát is igényel, hogy most kivel, hogy, hol próbálunk, hogy megyünk, mindent én intézek különben ilyen esetben. És hát úgyhogy még azért kitérnék erre a szimfonikus zenekar koncertre, mert ez egy isteni élményem volt számomra. A Szavária szimfonikusokkal volt három koncertünk egymás után, mindegyik teltházas volt, úgyhogy ez egy csodálatos dolog is volt, ilyen filmzenéket énekeltünk a Tóth Verával, és ez a Pejcsik Péter, aki a karmester, egy zseniális ember, most ismertem meg személyesen, eddig hallottam róla, de személyesen most találkoztam, és hát csoda jó koncertek volt mind a három. Úgyhogy ez, ilyet megismételnék még egy legalább 40-et. Mondhatjuk róla, hogy te a minőségi zene, a minőségi produkciók egyik jeles művelője vagy, hiszen azért akárhova te nem állsz oda, te nem vagy egy playback huszár, hiszen ha te énekelsz, akkor te ezt azért javarészt élőben teszed. Mikor alakult ki nálad ez a fajta irány, hogy te kimondottan az ilyen produkciókhoz adod magadat? Hát ugye én rendesen zeneiskolákba jártam, és trombitán is trombitáltam most már, mert most éppen hanyagolni a múlt év óta más miatt, nem a gyakorlás hiánya, hanem más miatt kell hanyagolnom a trombitát. Persze akkor most szájharmonikán rágyúrtam magamat. Tehát mindig klasszikus zenészek között is voltam, jazz zenészek között is voltam, pop zenészek között is, és ezt, amit így kérdeztél, hogy élőben énekelek, ez nekem olyan természetes, hogy ha nem is tudok úgy playbackelni jól, mert én nekem a zene az az életem, és mindig megpróbálom másképp elénekelni a dalokat. Tehát minden egyes koncert azért egy kicsit más. Most ugyanaz, hogyha beteszek egy CD-t és arra tátogok, akkor semmit nem érzek, és nem is tudom eladni jól a magamat a színpadon. De te nem is vagy az a klasszikus láger énekes, mert ugye ma az a trend, hogy jön egy énekes, csinál három jó dalt, és gyakorlatilag avval végig turnézik három évet. És nyilván, hogy ugyanaz a hangzás legyen, mint a stúdióban, hát ezért általában a playbackbe, vagy legalábbis a zenei alapra ráénekelkedve, vagy önmagára ráénekelve. Te viszont a minőséget, a te neved hozza, tehát nem azt szokták mondani, hogy a Majsai, akinek ez meg ez a futóide is lágere, hanem a Majsai, aki baromi jól énekel. Hát nagyon szépen köszönöm. Az az igazság, hogy tényleg a stílusokban azért megyek jobbra-balra, és ez nem azért, mert nem találtam meg a saját stílusomat, hanem én saját magamat
unom meg, hogyha mindig ugyanazt csinálom, ugyanazt éneklem, hogy sajnálom a Mick Jaggert, aki hány éve, 50 éve énekli az I Can Get Not minden egyes koncertjén. Nyilvánvaló nekem is vannak olyan dalok, amiket el szoktam énekelni, de hát a nagy slágeremet, az Öreg járgányt is sokszor kiadom, akkor a Rossz pénz, ami a filmzene, a Üvegtigris filmzene, azt is sokszor kihagyom, de hát mindig szeretek színes dolgokat csinálni, és mindig megújulni a zenébe is. De ez neked sikerül is. Viszont te sok-sok évig ugye külföldön is előfordultál elég rendszeresen. Ma már ez egy kicsit így alább hagyott, tehát ma már nem szívesen mozdulsz ki a határon túlra? Igazából én akkor úgy, hogy mondjam, most már tudom, el voltam kényeztetve. Tehát nagyon jó helyeken léptem fel külföldön, és most ez már nem úgy működik, mint annak idején, mikor én voltam zenekarral, voltam szólóba, akkor tényleg ilyen első osztályú szállodákban, annak a tánctermében voltak a fellépéseim, vagy néha volt egy-két hónap volt, hogy hajón voltam, és akkor ilyen showműsort kellett adni. De most már nem ilyen az egész világ, valahogy megváltozott. Ennek köszönhető, hogy a révében ugye minél komolyabb hely volt, annál nagyobb létszámú zenekar volt. Hát most meg már két ember, a kis szintetizátor szól magától, meg minden általában. És hát nyilvánvaló, így minden le is rombolódott az én szemszögömből. Úgyhogy igazából nagyon ritkán megyek ki külföldre, ha valami az anyagilag nagyon jó, akkor természetesen kimegyek, de hát az ilyen egy-két napos, tehát nem olyan, hogy mint régenben volt, hogy kimentem, aztán egy másfél év múlva jöttem haza. Neked már akkor is volt családod, ugye? Tehát azért neked van egy stabil családi háttered már jó pár évtizede. Igen, de akkor még nem volt, mert ez a tínédzser koromban. Boldog szingli korodban. Igen, a szingli koromban. De hát egyébként azt gondolom, hogy minden szakmában, különösen egy olyan zenésznél, mint te, aki azért jön, megy, fontos, hogy a nyugodt családi háttér ott legyen, és várja őt otthon valaki, nem? Hát természetes, és hát így meg kell dicsérnem a én drága feleségemet, az sokat segít nekem. Én a komputerhez értek valamennyire, de hát ő ebbe is segít, akkor ha van valami problémám, akkor segít megoldani, tehát nagyon jó dolog ez, még azon kívül is, hogy vár engem, mikor én hazamegyek éjjel kettőkor. Ez egy igazán rendes asszony, úgy láttam. Hála Istennek. No, egy picit zenéljünk, azt gondolom, hiszen azért főleg ezt várják tőled a hallgatók. Mit hoztál nekünk, Gábor? Ez egy régebbi dalocskám, saját szerzemény, és arról szól, hogy amíg él a remény, ez a vágyakozás, hogy megint legyen nyár, megint legyen jó idő. Ez most teljesen aktuális egyébként. Igen, és erről szól. Szóval egy szép hegedűvel kezdődik. Száll, és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán, csak a szél hegedül? Látom az ég mosolyát, és a felhőkben fénylik a távoli cél. Tudom, az élet enyém, amíg él a remény. Az idő a végtelen útja, illúzió. Ne maradj az emlékek rabja, jelen válaszol. A hajat, ha őszbe vegyül már, de nézd, szíved fiatal. Ennyi a titka talán,
amit őriz a dal. Látom az ég mosolyát, és a felhőkben fénylik a távoli szél. Tudom, az élet enyém, amit él a remény. Az idő a végtelen útja, illúzió. Ne maradj, az emlékek rabja jelen válaszol. A nyár tovasszál, és az emléke fáj, ne siess egyedül. Mert a lábad nyomán csak a szél hegedül. Mert a lábad nyomán csak a szél hegedül. Zero után visszatértünk itt a stúdióba, önök továbbra is a Szószátját hallják, vendégem Majsai Gábor előadó művész, jó magam pedig Szűcs Balázs vagyok. No, hát a zene után én visszatérnék egy picit a családra, hiszen avval fejeztük be az előző blokkunkat, hiszen neked nem csak egy remek feleséged van, hanem te büszke édesapa is vagy. És hát a gyermeked is azért a nyomdokaidba lépett, mert azért sajtóban láttam, hogy szoktál te vele büszkélkedni, hiszen dobos lett a fiú. Igen, hát két fiam van, az egyik az idősebb, ő ilyen marketing vállalata van. Nem lett züllött zenész, mint nem. Te. Ő is fuvolázott, csak egyszer azt mondta nekem a gyakorlás után, hogy apa, nekem ezt nincs kedvem csinálni. Hát mondtam, zenét csak úgy lehet csinálni, hogy az ember szereti, kedve van, és mert elég hullámzupája ez ahhoz, hogyha még kedve sincs az embernek, az borzasztó. De nagyon ügyeség, külföldre jár, mindenhol 100 barátja van, ismerőse. A kisebbik meg viszont ő most végezte el a zeneművészeti egyetemet, mert most már egyetem, és most már két helyen tanít, és még hát hagyj büszkékedjek, ő nyerte meg a fiatal jazzdobosokat ebbe az évbe, versenyén ő lett az első, akkor Portugáliában volt egy verseny, ahol a zenekarával az elsők lettek, és most egy hete voltak kint Erdélybe, ahol szintén a zenekarával az elsők lettek. Gratulálok. Nagyon komoly, lehúzott engem, és elszaladt előttem. De hát nyilvánvaló néha, amikor én zenekaromban lépek fel, akkor szokott dobolni nálam is. Nem félsz attól, hogy mondjuk egy 10 év múlva, amikor valahova mész, akkor azt fogják mondani, hogy tudjátok, ő a Majsai papája. Büszke lennék rá. Mert eljön ez az idő, hát hogyha biztos, így halad a srác. Mennyi biztos, idős egyébként ő? Ő most 23. Hát akkor azt gondolom, hogy egy komoly, komoly karrier előtte. És az éneklésről egyébként nem kacérkodik? Mert hát nem, azért... abszolút. És örökölt tőled egyébként tehetséget? Ilyen szintát nyilván a zenéhez igen. Már az énekléssel mondtam neki, hogy énekeljen, de nem szeret. Én, hogy mondjam, talán szégyelős ez az énekléssel is inkább. De ő, mikor én nem mondtam neki, hogy zenész legyen, ő magától találta ki ezt a dobolást, és akkor beiratkozott zeneiskolába először, aztán utána a középiskolába is tovább hajtott ezt a zenét, és utána ugye az egyetemet is elvégezte. Úgyhogy ő teljesen magától jött ez az egész. És hát közben annyira ügyes azért, hogy hangszerel is, meg dalokat is ír, úgyhogy hát sok minden van még előtte szerintem, és hát az, hogy egy év alatt ennyi első díjat begyűjtött, meg begyűjtöttek a zenekarral, az is egy nagyon komoly. Hát most két helyen tanít, így rendesen zeneiskolákba, úgyhogy hát előtte még a világ. De egyébként tudsz még neki atyai jó tanácsokat adni a zeneterén, vagy már egyenrangú zenészként vagytok egymással?
Hát én a tapasztalataim miatt tudok, ha érdekli. Meghallgatja egyébként? Meghallgatja. Ugye nyilvánvaló, már egy szinten vagyunk a zenei szinten, de hát azért nyilvánvaló, hogy én ezért sokkal régebb óta zenélek, és sokkal több tapasztalattal rendelkezek, és hát azért néha ilyenkor elmondom neki, hogy erre vigyázzon, arra vigyázzon, hogy ezt csinálja, azt csinálja. Aztán utána az ő dolga, hogy elfogadja, vagy nem. Sajnos, ha már tapasztalatról beszélünk, hogy az elmúlt 3 évben rengeteg rossz tapasztalatot is szerezhettek a zenészek, hiszen volt itt járvány, gazdasági válság, háború. Hogy élente ezeket a dolgokat meg? Hiszen előtte volt sok-sok nyugalmas évtized, mondhatjuk így, amíg úgy gördült minden a maga útján. Most meg káosz és zűrzavar. Hát igen, ez nagyon drámai időszak most egy zenésznek, de hát nem csak a zenésznek, nagyon sok embernek. Ilyenkor mondom én. Egy zenésznek még nagyobb a kitettség, én hát azt pontosan, gondolom. Mert a zene az nem fontos, mert ha hentes lehetnék, akkor húst azt mindig kell csinálni, vagy vízvezetékszerelő, arra mindig szükség van. A zenére meg hát akkor majd szól a rádióból a zene, aztán kész, nem kell élő zenekar, meg semmi. És hát ezt nagyon nehezen, nem csak én, hát a barátaim, zenész barátaim is marha nehezen viselték ezt a 2 évet, és hát most volt egy kis fellélegzés, és hát most megint kezdődik ez nem tudjuk befűteni a kultúrházat, a színházat, és megint kezdődik ez a kilódás, hát pont most lenne egy fellépésem, de azért mondták le, mert a kultúrházat nem tudják befűteni. Ez volt a indok, nem örültem neki. Ez azért roppant szomorú, hogy 2022-ben, tehát ez nem sejtettük, nem gondoltuk. Hát igen, visszamegyünk a kőbálta felé, indulunk most. Úgyhogy hát akkor még az a szerencsém, hogy akkor fogok tudni énekelni, ha lesz rá szükség, a üsdobok mellett, vagyis mikor a fákat ütik, és akkor már az sem lesz dobszerkó, és akkor én majd énekelgetek, és szabadtéri rendezvények lesznek csak. Te egyébként pesszimista vagy optimista ember vagy? Tehát hogy tekintesz így a jövőbe? Hát általában optimista vagyok, de most ez alatt a 3 év alatt egy kicsit a pesszimizmus legyőzte az optimizmust, mert ilyenre senki nem gondolt valaha az életébe, hogy lesznek olyan szakmák, olyan hivatások, amik megszűnnek majdnem. Aztán az embernek ugye ez egy tényleg egy olyan, mint hogyha egy Damoklesz kardja lehullott volna a fejemre, és hát mostanában azért sokszor pesszimista vagyok sajnos, mert mint ahogy mondtam, ez a nyár is ugye elkezdett, beindult minden, és most megint kezdődik ez a nincs benzin, van benzin, áremelkedés, nem kell zene, tehát... Nincs egy kiszámítható jövőkép. A zenész élet sose volt kiszámítható, mert mindig hullámzott, de most ez viszont annyira lefelé megy negatív szinten, hogy nehéz kiszámítani azt, hogy mi lesz még egy hónap múlva is. Én minden esetre azt mondom most már, hogy a 22 végén járunk, hogy azért kell egy nagy lendületet venni, és akkor a 23-nak újra nekifutni, hogy hát, ha végre ez egy jobb év lesz, mint az előző 3. Hát én is csak abban reménykedek, hogy valahogy nyugalom lesz, itt mondjuk ennek a idióta háborúnak vége lesz, és megint fel tudunk tápászkodni, nem csak mint zenészek, hanem mindenki, emberek, akik a békét és a nyugalmat szerítik, és nem a zűrt, és megint elkezdünk építkezni felfelé, és nem lefelé a pokol felé. Legyen ez a mai beszélgetés záró gondolata, és persze lesz egy záródal is. Mi igen, ez az? Egy új dalom, pontosabban nyáron csináltam ezt az új dalt, és ennek van egy jó videoklipje is, mindenkinek ajánlom, gyönyörű lány táncolt benne, és az a címe, hogy néz rám. Gábor, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, és hát csak előre a 2023-ba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és nem búcsúzom végleg. Köszönöm. Ha elindul a zene, a funky szó. Ha beindul a zene, a funky szó.
sötétbe talál, megfog a csend, a fekete király, ugye tudod, az élet mélyen fáj. De ha dümörög a zene, úgy érzed, hogy nincs több akadály. A hangom hív, a vágyam látni kér, nem számít más, csak újra itt legyél, újra szeress, egy gyűrött lélek vár. Mikor belép majd az ajtón, érzed már a szívhozat talál. Nézd rám, vágy rám, szólj rám, ha bánnám, ölej még, ha szeretném, taníts meg, ha feledném, hogyha karod körbe zár, elhiszem, hogy nincs több akadály. Nem számít más, csak újra itt legyél, újra szeress, egy gyűrött lélek vár. Mikor belép majd az ajtón, érzed már a szívhozat talál. Gyerünk, nézd rám, vágy rám, szólj rám, ha bánnám. Ölj még, ha szeretném, taníts meg, ha feledném, hogyha karod körbe zár, elhiszem, hogy nincs több akadály. Hey, nézd rám, vágy rám, szólj rám, ha bánnám. Ölj még, ha szeretném, taníts meg, ha feledném, hogyha karod körbe zár, elhiszem, hogy nincs több akadály. Mikor belép majd az ajtón, érzed már a szívhozat talál. Kacagás bulvár, könnyek néha sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk el fárad már. Szószátyár, szószátyár, szószátyár,